A megjelent jelenlegi és már nyugdíjas óvodapedagógusokat, dajkákat, dolgozókat és családtagjaikat Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes köszöntötte. Próbáltuk úgy összeállítani a programjainkat, hogy egészen a kisgyermekektől kezdve az idősebb korosztály, nyugdíjas kolléganők is részt vegyenek a rendezvényen, és nagyon színes programokkal készültünk. Délelőtt, sőt reggel megtornáztattuk a kolléganőket, illetve családtagjaikat, a Karcagon működő zumba csoport tartott egy bemutatót, és természetesen, hogy mi is bekapcsolódtunk ebben a tevékenységben. Andi gyermekdalokkal készült, ő egy nagyon szuper interaktív kis előadással készült a gyermekeknek, és akkor utána ebéddel fogadtuk a jelenlévőket, és most ugye a Körömvirág együttes szereplését láthatjuk. Illetve a délelőtt folyamán óriás buboréksót láthattunk, illetve ki is próbálhatták azok a gyermekek, felnőttek is, akik ezt ki szerették volna próbálni. Mellette különböző mozgásos sporttevékenységeket ajánlunk föl. Itt van okoslabda, futball, pingpong, illetve a kézműves tevékenysége keretén belül pedig arcfestést végeztek a kolléganők. A családbarát munkahelynek a célja az, hogy az egyéni, a családi, illetve a munkahelyi kötelezettségeket megpróbáljuk összehangolni. Ez az egyik, a másik dolog pedig fontosnak tartjuk azt, mivel mi egy nagy intézmény vagyunk, és azért nagyon jó, hogy mindenki ismer mindenkit, de nem találkozhatunk a mindennapokban. És ez remek alkalom volt, több kolléganőtől is hallottam, hogy nagyon örülnek, hiszen olyan másik óvodában dolgozó kollégával tudtak beszélgetni, akivel a hét közben, a nap folyamán nem tudnak. És úgy gondolom, hogy ez arra is nagyon remek alkalom. Az önkormányzat nevében dr. Pintér Zoltán Árpád, az Oktatási és Kulturális és Sportbizottság elnöke gratulált a Családbarát Munkahely címhez és a napokban Szolnokon átvett Oktatási Hivatal Bázis Óvodai Intézmény cím harmadszori elnyeréséhez is. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Intézménye kiválóan és erején felül működik ebben a városban, hiszen egyszer nyert el például csak a jelen időt említve családbarát pályázatot, amellyel családi napot, rendezvényt tudott megvalósítani gyereknap alkalmából, illetve nemrég vehette át az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet, immár harmadik alkalommal, ami azért párját ritkítja ebben az országban. A Madarász Imre Egyesített Óvodát vezető stáb, az ottani nevelők, az ottani tehetséggondozó tevékenység, az úgy gondolom, hogy e város számára egyébként rendkívül fontos a jövő szempontjából, hiszen a jövő az, legyünk őszinték, a gyermekekben kezdődik. Én a köszöntő alkalmon tulajdonképpen egy nagyon egyszerű filozófiai fejtegetést fejtettem ki a jelenlévők számára, mégpedig a honnan jövünk, hová tartunk gondolatot, és ott is elmondtam, vagy elmondhattam, hogy honnan jövünk, mindannyian a békés, boldog gyermekkorból jövünk, és bár mindannyian önmagunk megvalósítása felé tartunk, rendkívül fontos a köztes út. Ennek a köztes útnak a biztosítása az, amit óvodáink, nevelési intézményeink végeznek. Még egyszer hangsúlyozom, rendkívül magas színvonalon, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy ezt a rendezvényt megnyithattam. Ott lehettem a szervezőkkel, és szívből remélem, hogy a mai nap folyamán boldog, önfeledett szórakozásban lehet része a családoknak, különösen a gyermekeknek. Fontos az életünkben az ünnepélyesség. Történelmi emléknapokon emlékezzünk ünnepélyesen. Bizonyos esetekben nem lehet szó vidám hangulatú összegyűlésekről, de enélkül nem megy. Kellenek az ilyen napok, a legértékesebb idő az együtt töltött idő. És úgy gondolom, hogy ha ez a rendezvény, meg a hasonló rendezvények ezt meg tudják valósítani, hogy értékes időt, együtt töltött időt tölthessenek a családok, a gyerekek, a nevelők saját neveltjeikkel, akkor már megérte az igyekezet és a munka. A nap jó alkalom volt arra, hogy egymással beszélgessenek, szórakozzanak a más-más óvodában dolgozók, hiszen erre a dolgos hétköznapokon nem nagyon jut idő, és a családtagjaik részére is tartalmas programról gondoskodott az óvodavezetés a strandon.